Sümegvárosi Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk. Szeptember első hetében köszöntöm nézőinket, Havasi Petra vagyok. Már mutatjuk is, milyen témákról lesz szó mai híradónkban. Képes tartalomjegyzékünk következik. Pedagógus ünnep. Köszöntötték a jubiláló oktatókat. Újra gyermekzsivaj az iskolában. Megkezdődött a 2020-2021-es tanév. Civilek összefogása. Megújult az udvarbíró téren lévő játszótér. Hagyomány a városban, hogy a nevelési, oktatási intézmények pedagógusai közösen ünnepelnek. Ennek ideje természetesen pedagógus napra tehető. Idén azonban, csak úgy, mint sok más rendezvény, ez is elmaradt. A szeptember 1-i tanévkezdés előtti napon nyílt lehetőség arra, hogy a gyermekek tanítói, tanárai, óvodapedagógusai és az őket segítő szakemberek összegyűjjenek és erőt merítsenek a hangulatos ünneplésből a tanév elkövetkezendő feladataira. Érettük érettük halok. Mindenkor mindig tanító vagyok. Mindenkor mindig az is maradok. A Kisfaludy Sándor Művelődési Központ adott méltó helyszínt az ünnepléshez. Az óvoda, az általános iskola és a gimnázium aktív pedagógusai, valamint nyugdíjas kollégák foglaltak helyet a nézőtéren. A következő naptól elindul az oktatás, működik az óvoda, ám ez a szeptember mindannyiuk pályafutásában rendhagyó. A pedagógus hivatás fontossága azonban egy pillanatra sem kérdőjelezhető meg, és ez az ünneplés is megerősítette ezt. Véglászló polgármester köszöntőjében is a megbecsülés hangján szólt. A pedagógus munka az egy igazi alkotó munka. Én tényleg nem tudom máshoz hasonlítani most sem, mint ahhoz, mikor egy szobrász elkezd dolgozni, és ahogy annak idején Michelangelo mondta, lefejti a felesleget a kő tömbről. Nagyon hasonló egy pedagógus munkája. Hasonló és nehezebb is talán, hiszen nem egy élettelen kőtömbön kell dolgoznia, hanem egy élő személyen, egy egyéniségen, egy gyermeken, először egy kisgyermeken, amikor még néhány éves, bölcs is, aztán óvodás, aztán utána kisiskolás lesz, ahol meg kell tanítani írni és olvasni, de nem csak írni és olvasni, és aztán később különböző nagyobb tudományokra, hanem nevelni is kell. És aztán a gyermekpalánta felnőtté érik, folytatta a város polgármestere, aki magán viseli a nevelőinek kezenyomát. Óriási felelősség ez, és én nagyon remélem, bízom benne, és hál' Isten tapasztalom is, hogy itt, Sümegen, nálunk ez teljesen rendben van. Ezek a gyerekek, akik bekerülnek tulajdonképpen a város első nevelési intézményébe, az óvodába, aztán utána az általános iskolába és a gimnáziumba, illetve most már 2 éve a szakképző iskolába megkapják a legjobb nevelést. Nem csak az oktatást, nem csak a tudományokat, a szakmát, hanem a nevelést is. Köszönetét fejezte ki a pedagógusoknak Véglászló polgármester a március közepétől való digitális oktatás során tanúsított helytállásukért. Ezen az alkalmon történt meg az általános iskola igazgatónőjének búcsúztatása. A város polgármestere is méltatta érdemeit. Ez az időtáv, amit ő tanított itt Sümegen, dolgozott, és nemzedékek nőttek fel a keze alatt, hogy ezért kifejezzem külön is a köszönetemet Jutkának. Én persze megértem, hogy szeretne elmenni nyugdíjba, és el is megy, és nagyon hosszú és boldog, nyugodalmas, nyugdíjas éveket kívánok neki, de azért el kell mondanom, hogy kicsit sajnálom is, hogy nem ő lesz már az igazgatóasszony,
Ez mindig egy ilyen kisebb sok hatás, azt hiszem, mindenkinek, szerintem a gyerekeknek és a pedagógus kollégáknak is, de egy város vezetőnek is. Az igazgatónőtől búcsúzott a tankerület vezetője és a testvériskola igazgatója is. Nagyon szépen köszönöm, és így az utolsó szó jogán hadd kívánjam én is mindenkinek, aki ezt a pályát választotta, óvodában, iskolában, középiskolában dolgozik, hogy élje meg úgy a hivatását, olyan sok szépséggel, amit nekem is adott ez a pálya. Ez tényleg egy olyan pálya, ahol mi együtt tanulunk végig a gyerekekkel, együtt változunk, és ehhez a változáshoz kívánok én mindenkinek türelmet, elsősorban jó egészséget, és köszönöm szépen. A hagyományoknak megfelelően köszöntötték a jubileumi törzsgárda tagokat is, azokat a pedagógusokat, akik több évtizede végzik hivatásukat. A 40 év az nagyon soknak tűnik így kimondva, viszont visszagondolva, hát nem volt olyan régen az. 40 évvel ezelőtt végeztem a Pápai Tűr István Gimnázium és óvónőképzőbe óvónői szakon, és akkor munkába is álltam 18 évesen az alsóvodába, akkor még az alsóvoda elnevezés volt, és hát 40 évet egy munkahelyen töltöttem. Az átszervezésekkel ugye helyileg máshova kerültünk, viszont a 40 év az egy helyen mondható. És mit jelent a gyerekekkel való foglalatoskodás? Mit jelent ez az ön életében? Hát nagyon szerettem a gyerekeket végig, és nagyon sok élménnyel gazdagodtam. A nehézségek, ha adottak, azt próbáltuk megoldani. Tehát én csak nagy szeretettel tudok visszagondolni, még akár az első csoportomra is, de mondhatom, hogy 4 évenként szinte majdnem mindig új gyerekeket kaptam, és hát öröm látni, hogy még mindig megismernek. Milyenek voltak a gyerekek 40 évvel ezelőtt, és milyenek ma? Mi a különbség a generációk között? Hát mások voltak a gyerekek, de mások voltak a feltételek is. A mai gyerekek sokkal pörgősebbek, mondhatnám, hogy okosabbak, több ismerettel rendelkeznek talán, viszont nyugtalanabbak. A pedagógus napról, az igazgatónő búcsúztatásáról mai magazinunkban részletesen is beszámolunk. Szeptember 1-én elkezdődött a 2020-21-es tanév az általános iskolában. Ünnepélyes tanévnyitóra nem került sor, a gyerekek az iskola rádión keresztül hallgathatták meg a leköszönő igazgató gondolatait, a polgármester köszöntőjét, valamint az elmúlt tanévben kiemelkedő eredményeket elérő tanulók felsorolását. Az első nap az ismerkedésé volt, hiszen közel fél éve nem találkoztak egymással az osztálytársak, azonban a következő naptól már megkezdődik a komoly tanulás. Szeptember 1-e kedd, jó 10 perccel reggel 8 óra előtt. Ismét népes diáksereg az iskola kapuja előtt. A Ramazetter iskola is, csak úgy, mint minden oktatási intézmény az országban, egyedi házirend elkészítését volt kénytelen vállalni a COVID-járvány megelőzése érdekében. Mindenkinek át kellett esnie a hőmérsékletmérésen, ez az elsődleges igazolása az egészségnek. Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés kellő alapossággal. A szülők fegyelmezett módon maszkban kísérték el gyermekeiket, így lépték át az iskola bejáratát. Mindezekhez az intézkedésekhez még az időjárás is hozzátett, hiszen a jó szokáshoz igazodva jelezte a diákságnak, itt van az ősz, itt van újra. A
Azonban minden belépési nehézség ellenére pontban 8 órakor elkezdődött az idei tanév. Minden tanuló megtalálta helyét és beülhetett az iskolapadba. Ebben március közepétől nem lehetett részük. Az iskola rádió felvétele a Ramazetter fal előtt történt. A névadó, bár az iskola hosszú ideje viseli nevét, nem látott még ehhez hasonló évkezdést. Bebesi Józsefné, a leköszönő igazgató, üdvözölte a diákságot. A világjárvány felülírt mindent. Ami március 16-án célként fogalmazódott meg, a 2019-2020-as tanév eredményessége, teljesítettük. Megcsináltuk. Mindenki csillagos ötöst érdemel azokért a hónapokért, amit magunk mögött tudhatunk. A meghatódottság az eredményeknek is szólt, hiszen az iskola számos diákja kiválóan fejezte be a digitális tanrend követelményeit. Vég László polgármester örömmel üdvözölte a diákságot, és felhívta figyelmüket az intézkedések betartására. Én is csatlakoznék ahhoz a kéréshez, hogy mindenki tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat. Tényleg nagyon szigorúan tartsuk be mindannyian, hogy ne történhessen meg ilyen, hogy ez a tanév kifusson a normális módon. És ehhez a normális működéshez én mindenkinek sok sikert kívánok, és persze a diákoknak azt, hogy az ismereteket magukba szívják itt a patinás falak között, és legyenek méltóak mindannyian Ramazetter nevéhez. És kérem a pedagógusokat is, hogy ahogy mint eddig, mindent tegyenek meg azért, hogy a sümegi gyerekek, illetve akik ide járnak iskolába, Sümegre, a Ramazetterbe, vigyék tovább a jó hírnevét az iskolának is és a városnak is. A város polgármestere mondta ki a jól ismert és most különösen várt mondatot, amely a 2020-21-es tanév kezdetét jelzi. Most nem maradt más hátra, mint hogy ezt a tanévet megnyissam. Nos, hát ezt a tanévet megnyitom. Az ünnepélyes pillanatok után elkezdődtek a hétköznapi teendők. A három első osztályban voltak néhányan, akik pityeregtek, ám voltak, akik a világ legtermészetesebb módján kezdtek hozzá az iskolás éveikhez. Majd tanulni fogunk, kimegyünk az udvarra majd játszani, és akkor a barátainkkal tudunk játszani meg futni. És akkor térjünk vissza a tanulásra. Te mit gondolsz, mit fogtok tanulni? Matekot, nyelvtant, írás, számolást. Az udvarbíró téren álló játszótér évtizedek óta a gyermekek birtokában van. Generációk nőttek fel a városban, akik itt tölthették el a szabadidejüket. A játékelemek, a környezet megérett a felújításra, melyet a Sümegi Városvédő és Szépítő Egyesület kezdeményezett, s amelyhez egy pályázati támogatás is hozzájárult. Széleskörű összefogásnak köszönhetően egy kis anyagi ráfordítással és sok-sok önkéntes kétkezi munkájával újszerű formáját mutatja a játékpark, hangulatos színekkel, biztonságos kerítéssel, parkosítással. Remélhetőleg mindenki kedvére. Aki csak tehette, szívesen csatlakozott a felhíváshoz. Sokan gyűltek össze az augusztus végi szombat délelőttjén, jókedvűen láttak hozzá a feladatokhoz. A Sümegi Városvédő és Szépítő Egyesület járt élen a munkák koordinálásában. A városban is üzletet működtető nagyáruháznak volt egy pályázata néhány hónappal ezelőtt, Ön választ, mi segítünk címmel. Ehhez csatlakozott az Egyesület, és célul tűzték ki a játszótér felújítását, hiszen a pályázat fő témája ez volt, önkéntesek a gyermekek biztonságáért. Tulajdonképpen onnét indult ki, hogy egy összefogással a Tesco zsetöngyűjtő akciót hirdetett, és a város lakossága, illetve akik támogatták, azok zsetont adtak le a vásárlások után,
és hál' Istennek a második helyet elértük, első Tapolca volt, így 200 ezer forinttal támogatja a Tesco az udvarbíró téli játszótér felújítását. Nagyon-nagyon sok önkéntes segít, ebbe azért meg kell említenem Barca Zoltánt, aki nagyon nagy segítség volt az önkéntesek szervezésében, és ahogy látjátok, nagyon sokan vagyunk, hál' Istennek, szülők, nagyszülők, gyerekek, akiknek fontos az, hogy ez a játszótér rendben legyen. Az Egyesület erre a mai napra gondosan eltervezte a munkafolyamatokat, sok feladat állt előttük. Elsősorban ugye a kerítés, ami nagyon-nagyon tönkrement, ezt egy az egybe kicseréltük. A pályázati pénz erre volt elég, a 200 ezer forint, amiben nagyon nagy segítség volt a sümegi közszolgáltató vállalat, illetve a vezetője, akik a szakmai munkát, a szakmunkát megcsinálták. A többi a festés, csiszolás, felújítás, illetve lesznek új játékelemek is, ahogy látták, tehát ezek a taposó dolgok, illetve hát próbáljuk nagyon gyerekközpontúvá tenni, nagyon színes lesz az egész játszótér. A Városvédő Egyesület tevékenységei közé hogyan kapcsolódik ez a mai alkalom? Természetesen ugye nekünk fontos az épített környezetvédelme is, épített és a természeti környezetvédelme, illetve az, hogy sümegen rendben legyenek a különböző területek, most kimondottan a játszótér, illetve hát arra is kell gondolni, hogy azért soknak gyerekei, unokái vannak, akiket ki tud hozni ide a játszótérre, és nyáron itt kényelmesen tudnak játszani a szülőkkel együtt. A pályázattal már 2 éve találkozhattak a sümegiek is, azonban a jelenlegi érintette elsőként a város lakosságát. Fontos a Tesco számára, hogy a helyi közösséget tudjuk támogatni. Így csatlakoztunk hozzá, mint sümegi Tesco is, tehát ugye maga a Tesco áruház hirdette meg a pályázatot, és mi sümegi Tesco még pluszba jöttünk segíteni, illetve pluszba próbáltuk támogatni, ugye második helyezést értek el, így kiegészítettük úgymond a sümegi áruház támogatásával, hogy megszülessen ez a nagyon szép játszótér a mai nap folyamán. A munkában a vendéglátást vállalta az áruház, zsíros kenyérrel, gyümölcsökkel, frissítővel készültek, de szívesen segítkeztek a feladatok végzésében is. Akik segítettek, szakmaiságukkal járultak hozzá a munkákhoz. A növények kiválasztásában segítettem, tehát az így teljesen rám volt bízva. Mi egyébként is, tehát így a cégemben, ahol dolgozom, szeretünk olyan növényeket választani, aminek alacsony fenntartási igénye van. Most az is fontos volt, hogy ne legyen mérgező termésű növény, vagy olyan, ami esetleg csábítja a gyerekeket, hogy megegyék, illetve hogy a pillangókat és az egyéb ilyen hasznos rovarokat egy kicsit ide csábítsa, hogy ezt is így meg tudják figyelni a gyerekek. És miért gondolta, hogy kapcsolódik, részt vesz ebben a munkában? Hát én alapvetően a szakma miatt, másrészt meg azért, mert itt élek, úgyhogy gondoltam, hogy akkor már szakmai segítséget nyújtok, mert nem igazán ismerek tájépítést itt sümegen. Hát kertészek vannak, kertészmérnökök vannak, és akkor egy tájépítészmérnök ugye nyilván a tervezésben, a dizájnban, az elrendezésben, a térlátásban egy kicsit erősebb. Úgyhogy úgy találtuk ki ezt a taposót is, hogy egy kicsit így különlegesebb legyen, ne olyan, mint a megszokott ilyen knájp taposók, hogy csak egy egyenes szakasz, és akkor váltakoznak benne a burkolatok, hanem van benne egy kis játékosság. Úgyhogy, és szívesen fogadták, hogy segítenék, úgyhogy örültem neki. Ültettek babérmengyet, nyári orgonát, korai bangitát, sásliliomokat, abéliákat. Lesz mit tanulmányozniuk a legkisebbeknek. Miért tartotta fontosnak, hogy részt vegyen ebben a munkában? Hát egyrészt azért, mert szeretnék tenni a közösségért. Szeretnék, bár itt lakom nagyon régóta, de sümegen, én eredendően nem sümegi vagyok, de szeretnék ismerkedni a sümegi emberekkel is, mert én nagyon szeretem az embereket a foglalkozásomnál fogva is. Orvosként dolgozom egyébként, úgyhogy nagyon élvezem, hogy ilyen sokan vagyunk, és nagyon élvezem, látom, hogy mindenki nagyon aktívan és örömmel teszi a dolgát, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok. Miben tudtad ki segíteni a mai délelőtt folyamán?
Mi festettünk és segítünk festeni. És milyen érzés részt venni ebben a munkában? Jó. Ne is mesélj nekünk, te mit csináltál? Én ott a mászókát festettem. És miért fontos szerinted, hogy így együtt anyuval, apuval itt legyetek? Hogy lefessük a játszóteret, hogy szebbé varázsoljuk. Itt nőttem fel, szülővárosom Sümegén, Budapestről jöttem, és itt töltjük most a nyári szünet egy részét, úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekeknek olyan közeg legyen, ami ahol tudnak kapcsolódni, és a vártövében, vagy akár itt a jó természetölén tudnak egy picit játszani, és megfelelő biztonságban, szerintem ez is nagyon fontos, hogy nézzük át a játékokat, hogy megfelelő biztonságban tudjanak lenni, illetve legyen egy kis csap, ahol meg tudnak tisztálkodni a homokozás után, úgyhogy örülök, hogy ennyien vagyunk, és ilyen társadalmi összefogás. Van. Gyerekkoromban én is nagyon sokat jártam ide, és nagyon sok szabadidőmet töltöttem itt a játszótéren, és nagyon sokat adott nekem, és fontosnak tartom, hogy én is viszonozzam ezt a sok boldogságot, és a többi gyereknek, hát, hogy szebb közösségben töltsék a mindennapjaikat, és tudjanak játszani. És milyen munkafolyamatokból tudod kivenni a részedet? Hát először a homokozót csiszoltuk le a festéshez, illetve gerebjéztünk, és most pedig ezt a padot festjük le. Úgyhogy sok mindenben ki tudtam most venni a részemet. Segítettem festeni a kerítésben, és segítettem kiúszkodni a gödrökből a homokot. És szerinted miért fontos, hogy itt legyél te is, és segíts a felnőtteknek? Hogy gyorsabban menjen a munka. Így bizony a sok-sok lelkes segítővel jól haladtak a munkálatokkal. El is készült, amit terveztek, már mutatjuk is a megszépült játszóteret. Birtokba is vették a gyerekek, és hamarosan ünnepélyes átadást is szervez a Városvédő és Szépítő Egyesület. Hamarosan sor kerül az őszi időszak kiemelt programjára, a sümegi szüretre szeptember 12-én szombaton. Megmutatjuk nézőinknek, hogyan készülnek a szervezők, milyen rendezvényekkel várják a közönséget. A hagyományok éltetik a szüreti programot Sümegen is, csak úgy, mint minden bortermelő vidéken. Ennek jegyében szeptember 12-én szüreti főzőversenyt tartanak. Mindenféle finomság rotyog majd a kondérokban a művelődési központ udvarán, hogy aztán a zsűri eldöntse, melyik csapat készítette a legfinomabb étket. A délután folyamán Szőke András is Sümegen vendégeskedik, lesz térzene a fúvósokkal, szőlőharang megáldása, valamint borlovagrendek felvonulása. Néptáncos bemutatókra és a kedvelt sümegi zenekarok koncertjére is sor kerül. Közhírét étetik, szeptember 12-én szombaton mindenki várattatik. Ismét megjelent a Sümeg és vidéke, a város hiteles nyomtatott sajtója. A postaládákba érkezik ezen a hétvégén. Ha esetleg nem jutná el valakihez, a Városháza portáján mindig megtalálja. Forgassák, olvassák a legfrissebb sümegi híreket. Augusztus hónap kiemelt eseménye volt Szent István király napja. A nemzeti ünnepünkön elhangzott köszöntővel indítjuk a lapot, s rögtön utána a Romazetterház ünnepélyes átadásának pillanatait idézzük fel írásunkban, látványos fotók segítségével. Olvashatnak a Romazetter családról, a felújítás közösségteremtő erejéről, az elkészült látogatóközpont modernizáltságáról. Ebben a hónapban is bővelkedett a város kulturális élményekben, egy csokorba szedtük a legemlékezetesebbeket. Fotóriportunk készült a játszótér felújításáról, de mindent megtudhatnak az őszi lomtalanításról is. Olvassák, forgassák, Sümegről szól a sümegieknek. Lássuk még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Pedagógus ünnep. Köszöntötték a jubiláló oktatókat. Újra gyere meg zsivaj az iskolában. Megkezdődött a 2020-2021-es tanév. Civilek összefogása. Megújult az udvarbíró téren lévő játszótér. Kedves nézőink, híradónk után az ablakkal a Város közéleti magazinjával jelentkezünk. Mai adásunkban elsőként a város polgármestere lesz a vendégünk, majd iskolapad című rovatunk következik.
A www.sumegtv.hu weboldalunkon korábbi híradóinkat és magazinműsorainkat is megtekinthetik. Érdemes böngészni a sumegonline.hu oldalunkon, ahol minden városunkat érintő friss hírről értesülhetnek. Kövessenek minket a Facebookon, várjuk Önöket a jövő héten is. Viszontlátásra!